És pünkösdel kapcsolatosan nekem mindig egy ige szokott elsősorban eszembe jutni, mégpedig az apostolokhoz írt levélnek az első részének a 8. verse, szerintem nagyon jól ismeritek, ami így szól, hogy ha nem vesztek erőt, minek után a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nékem tanúim, mind Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában és a földnek végső határáig. És tudjátok, amikor ezen gondolkoztam, felmerült bennem rögtön az első kérdés, azt mondja, ha nem vesztek erőt, miután eljön a Szent Szellem rátok, és ha azt mondom, hogy vesztek erőt, akkor jó lenne, hogyha lenne erő, nem? És akkor utána az ember megkérdezi magától is, hogy akkor hol van az erő? Hol van az erő a gyülekezeteinkből, hol van az erő a személyes életünkből? És azt látom, hogy sokan vannak ezzel így, hogy keresik és vágyják az erőt, mert nagyon-nagyon sokféle konferenciára ezért mennek el az emberek, mert szeretnének találkozni Istennek az erejével, szeretnék megtapasztalni Istennek a hatalmát, és képesek ezért nagyon-nagyon sok kilométert megtenni, csak azért, hogy Isten ereje ott legyen az életükben valamilyen módon, és ha már egyedül nem megy, akkor hát, ha megy majd segítséggel. Sok-sok ilyen konferencia volt már, meg még lesz is egy néhány ilyen konferencia is. Nincs is baj ezekkel a konferenciákkal, amikor elmegyünk, de úgy gondolom, hogy nekünk ezt személyesen magunkban kell tudnunk megharcolni, és személyesen magunknak kell tudni úgy a helyünkre állni, hogy tudjuk venni az élő Istennek az erejét. Mert kiknek mondta ezt az igét? Jézus Krisztus. Az abcsel elején. Az ő tanítványainak. Tehát nem lehet az, hogy akárki vegye az Istennek az erejét, hanem csak olyan ember veheti Istennek az erejét, aki az élő Istennek a tanítványa, és tanítványává vált. És ahhoz, hogy tanítványok lehessünk, ahhoz egy folyamaton végig kell mennünk. Az abcsel második részének a 38. versében van leírva az, amikor tudjátok, Péter prédikált, nagyon mozog ez a füles, használta más is, és nem az ő füléhez lett állítva. A lényeg az, hogy halljatok. Tehát Péter prédikált, és azt olvassuk, hogy a szívében megkeseredett a nép, és bűnbánatra jutottak, és ezt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos első lépés, hogy az ember a saját állapotával kerüljön tisztába, hogy milyen helyzetben vagyok. Mert a mai világban annyi megtévesztett, akár önmaga, akár mások által megtévesztett ember van, akik egyszerűen nem rendelkeznek megfelelő énképpel. Nem rendelkeznek megfelelő önismerettel. Nagyon sokan szélsőségesen állnak saját magukhoz. Vagy szélsőségesen alulbecsülik magukat, vagy szélsőségesen túlbecsülik magukat, és egyszerűen annyira nehéz, hogy az emberek jó irányba tudjanak haladni. Éppen a húgommal beszélgettem múlt héten, küldött nekem egy SMS-t, hogy az egyik diákja, egy 16-7 éves lány, fogta magát és beugrott a bodrogba, és öngyilkos lett és megfulladt is. Annyira elgondolkoztam ezzel, meg szegény nagyon letört, hogy mit tudott volna, vagy hogyan tudott volna segíteni, és mondta, hogy ez a lány egy nagyon impulzív természetű lány volt, hirtelen hozott döntéseket, és ez a döntés rossznak bizonyult. És nagyon sokszor vagyunk így, hogy lehet, hogy nem éppen az életünket oltjuk ki, de hozunk rossz döntéseket, és nagyon sokszor még büszkék is vagyunk erre. Legalább bátrak vagyunk, legalább megcsináljuk, pedig elengedhetetlenül fontos, hogy ha szeretnénk az élő Istennek az erejét venni, akkor kerüljünk tisztába saját magunkkal, és lássuk meg azt, hogy nekünk szükségünk van Istenre. Akármennyire ügyesek vagyunk, akármennyire jól csináljuk a dolgainkat, egyszerűen nem tudunk egyedül egyről kettőre jutni, és bármilyen sikereket is érünk el a világban, valahogy mégis ott van bennünk valami űr, amit egyszerűen nem tudunk kielégíteni semmilyen módon. Nincs az az öröm, ami olyan sokáig tudna tartani, hogy felettetni a problémákat, a nehézségeket. Ha valaki elmegy és jól leissza magát, másnap már másnapos. Fáj a feje, minden baja van. Utána próbálja a kutyaharapás szőrével, megint iszik, de nem múlik el, tehát nem úgy lesz, hogy akkor most már mindig boldog leszek, hanem minél több alkoholt iszik az ember, annál többre van szükség ahhoz, hogy azt a valamikori örömállapotot el tudja érni. A drogokkal, vagy bármilyen ilyen tudatmódosító szerrel, tudomásom szerint ugyanerre az állapotra jut az ember, hogy egy idő után már semmi nem elég, és valahogy nem tud az ember megelégedni. Nagyon sokszor van, hogy emberek elválnak. Külön megy az életük, mert egyszerűen azt érzik, hogy nem hozta be a házasság se azokat a reményeket, amire én számítottam. Nem úgy alakul az életem. Gyerekeim se olyanok, mint amit szerettem volna. Vagy éppen a munkám se olyan, mint amit szerettem volna. És nagyon sok esetben az emberek egyszerűen újra és újra keresik, de nem tudják megtalálni azt az örömöt, amit hiszem, hogy csak az élő Isten tud adni a számunkra. És tudjátok, a zsidó tömeg az egy nagyon érdekes tömeg volt. Ez a tömeg, akiről itt beszélek most egy picit. Ez a zsidó tömegről azt látjuk, hogy ezek az emberek, ezek amikor Jézus Krisztus bevonult virágvasárnap Jeruzsálemben, akkor ezek az emberek éjjenezték Jézust. Nem telt bele egy néhány óra, ugyanezek az emberek
keresztre akarták feszíteni Jézust, és kiabáltak róla. Megint nem telt bele egy néhány nap, és nagyjából ezek az emberek, biztos, hogy sokan voltak ezek között, a szívükben megkeseredtek, és rájöttek, hogy mit csináltak, és megtért egy 3000 ember. Biztos vagyok benne, hogy ezek közül az emberek közül sokan ott voltak Jézusnak a keresztre feszítésénél is. És ezeknek az embereknek meg kellett keseredni a szívükben, és akkor azt mondták, hogy akkor mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak? Mi az, amit tennivalónk? És ez nagyon fontos dolog, hogy tudjuk magunkat úgy megalázni, tudjuk azt mondani, hogy akkor oké, mi az én tennivalóm? Mit kell tennem ahhoz, hogy üdvözöljek? És azt mondta Péter apostol, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztusnak a nevében, a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentléleknek az ajándékát. Tehát három dologról beszél itt, amit én szeretnék egy picit megemlíteni számotokra, a megtérés, a bemerítkezés és a Szentléleknek a vétele. Ha szeretnénk Istennek az erejét az életünkben, nem tudjuk elkerülni azt, és persze ez alapvető dolognak tűnik, de higgyétek el, nagyon-nagyon fontos, mert sokszor ásítunk rajta, kell, hogy tudjunk megtérni. És beszéljünk egy picit arról, hogy mit is jelent a megtérés a hívő embernek az életében. Ez kétpólusú véleményem szerint a megtérés. Van egy egyszeri pillanatnyi állapot, amikor az ember dönt Jézus Krisztus mellett, illetve van ennek egy folyamata, ami az egész életünkön keresztül végig tart, és ha megnézzük a megtérésnek a szavait, amit a Biblia használ, a héber és a görög részben, azt látjuk, hogy a héber az konkrétan ezt mutatja be, a megtérésnek az egyszeri állapotát, amikor az ember megfordul. A megtérés az azt jelenti, hogy megfordulok, mentem eddig erre, megfordultam és megyek egy másik irányba. Fordulatot vett az életem. Pálfordulatnak is szokták mondani. Valaki dönt Jézus Krisztus mellett, kárnak és szemétnek ítél a régi életét, és Jézus Krisztusnak az útján jár. Az új szövetségi rész pedig a másik pólust erősíti. A metanoia nevű görög szó az arról beszél, hogy az ember meggondolja magát. A legegyszerűbb fordítása ez, hogy meggondolom magam is. Nagyon fontos, hogy tudjuk sokszor meggondolni magunkat. A világban az emberek nagyon könnyen betokozódnak egy gondolkozásmódban, és ha csak megnézzük a tudományos világot és a tudománynak a történetét, döbbenetes, hogy mennyiszer tokozódtak be az emberek a saját tudományuknak a csapdájába. 1800-as évek közepén azt mondták, hogy már mindent feltaláltak, amit fel lehetett találni. Aztán eltelt egy bő másfél évszázad, és elég sok mindent feltaláltak még azóta, és ez nem marad abba. Vagy mondták azt, hogy lehetetlen az, hogy az emberek repüljenek. Most meg vasdarabokon repülünk sok száz ember egyszerre. És lehetne sorolni még sok-sok lehetetlent, amit az emberek lehetetlennek gondolnak, aztán újra és újra átírja magát a történelem. Újra és újra változtatnak az emberek. Olyan érdekes dolog, tudjuk azt, hogy az evolúciótan hívei a mai napig azt tanítják, hogy a majomtól származik az ember, de az evolúciótan hívei tudomány által bebizonyították azt, és ez egy tudományos tény, hogy jelenleg az összes a Földön élő férfi, illetve a nő is egyetlen egy férfitől és egyetlen egy nőtől származik. Bár azt mondják, hogy közel 60 ezer évvel ezelőtt éltek, szoktam mondani, hogy csak egy nullát tévedtek, de olyan érdekes dolog, hogy a tudomány is egyre inkább, nem igyekszik, de muszáj neki harmóniába kerülni Istennek az akaratával, Istennek az igazságával, még ha el is utasítják őt, de a tudományos kutatások azok azt fedezik, vagy azt erősítik meg, hogy Istennek valóban igaza van. És kell, hogy ezek a tudósok tudják azt mondani, hogy bocsánat, tévedtem. Van egy kedves tanító, akinek nagyon sok tanítását hallgattam már meg, és beszélgettem egy lelkisztársammal, és mondtam, hogy én szeretem az ő tanításait, és mondja, hogy ő azért nem hallgatja ezt az ember, mert annyi tanítását vontam már vissza, hogy nem is tudja, hogy melyik igaz, meg melyik nem igaz. Én úgy gondolom, hogy egy jó dolog az, hogyha egy tanító tudja visszavonni olyan tanításait, amik helytelenek voltak. És nem kozmetikázva, hanem azt mondja, hogy figyeljetek, mellé néztem, ez nem úgy sikerült, ahogy én szerettem volna, elnézést kérek érte. Ettől a szememben nem lesz kisebb egy tanító, sőt, hitelessé válik, hogy tudja visszavonni a dolgait. És tudjátok, ez nem csak az ilyen tanítói vagy tudományos szinteken kell, hogy tudjon működni, hanem nekünk, egyszerű, hétköznapi földön élő embereknek kell tudnunk sűrűn megtérnünk ebből, meggondolnunk magunkat. Hogy eddig azt gondoltam, hogy ez így van, aztán rájöttem, hogy másképp van. Ha olvasod a Bibliát és tanulmányozod, egy jó néhányszor van ilyen élményed, hogy hát ezt nem gondoltam, hogy a Biblia ezt így mondja, ezt erről mondja, és hogy hát eddig ezt rosszul gondoltam, de utána változtatok ezen, és jól gondolom a dolgokat. Ezért fontos, hogy olvassuk Istennek az igéjét, hogy tudjuk meggondolni magunkat, és én azt gondolom, hogy az erővételéhez elengedhetetlenül szükséges és fontos az, hogy Istennek az embere az korrigálható legyen. Isten által, saját olvasásai által, más testvérek által, de kell, hogy korrigálhatóak legyünk. És ne ilyen törvénykező emberek legyünk, hogy én tudom, hogy mi az igazság, én tudom, hogy mit kell mindenkinek csinálni, és pont.
És nagyon sokszor vannak így a hívő emberek, szegény farizeusok pont így élték az életüket, azt gondolták, hogy ők tudják, és hogy ők jól tudják. És közben pedig nagyon-nagyon rosszul tudták. Nagyon fontos, hogy ne ragaszkodjunk a saját dogmáinkhoz, hanem az élő Isten igéhez ragaszkodjunk. Épp az elmúlt hetekben hallottam erről, hogy itt, nem is olyan messze tőlünk, 40 kilométerre volt egy tanítás egy néhány hónap ezelőtt, ami sok hívő embert megkavart, én nem is hallottam róla, hál' Istennek, de egy tanító azt mondta, hogy Isten mindig újat akar nekünk adni, és hogy a Biblia az Istennek a régi szerelmes levele, és ez olyan, mintha egy ház, ha Bibliát olvas, olyan, mintha egy házaspár mindig csak a régi szerelmes leveleket venni elő, mert Isten újat akar nekünk adni, és ezért ne a Bibliát olvassuk, hanem inkább vegyünk új kijelentéseket Istentől. És nagyon sok ember belekavarodott, mert tudjátok, a legjobb hazugságok azok mindig részigazságokból alakulnak ki. Isten akar nekünk újat adni, akar nekünk kijelentéseket adni, de ezek a kijelentések ezek mindig összhangban lesznek a Szentírással. Azért adta meg a Szentírást, hogy ez egy mérték legyen a számunkra, hogy bármilyen kijelentés, profécia, üzenet jön, tudjuk megnézni és tudjuk összhangba hozni Istennek az igéjével, és tudjunk korrigálni. A proféta lelkek engednek egymásnak, mondja Pál apostol, vagy a másik helyen azt mondja a korintusiaknak, hogy ha valaki profitál közöttetek, akkor utána kettő-hárman vizsgálják meg. Kell, hogy mindig Isten igéje megvizsgálja az újabb kijelentéseket. Még egyszer mondom, nincs baj az új kijelentésekkel, amikor Isten szól, de mindig Isten igéje kell, hogy az alapja legyen annak, amit tanulunk. És nem szabad engednünk, hogy az ördög megtévesszen bennünket. Tehát én, amikor megtérésről beszélek, nem arról beszélek, hogy akkor most újra és újra bánt meg a múltnak a bűneit, hanem kell, hogy az ember újra és újra tudjon helyreállni, ha egy picit elcsúszik, elmegy, akkor tudjon korrigálni, tudjon finomítani. Itt van a példa, ezek a nagyszerű hangszerek, a gitár is. Ezt a gitárt egyszer megcsinálták és felhangolták, azóta kellett egy néhányszor felhangolni, mert elhangolódik. És van, amikor éppen egy icipicit kell csak ráhangolni, hogy tisztán szóljon. És egy igazán jó hangú ember, ha ide jönne, az biztos azt mondaná, hogy ezen még kéne egy picit állítani, mert nem úgy szól, ahogy igazán kellene. Kell, hogy a mi életünk is tudjon mindig újra hangolódni, és mindig tudjon visszatérni az eredetihez. Azt olvassuk a 2 Krónika 7.14-ben, hogy megalázza magát az én népem, amely az én nevemről neveztetik, könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával, én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom az ő földjüket. Arról beszélünk megint, hogy meg kell, hogy tudjuk alázni magunkat. Nem működik a megtérés megalázkodás nélkül. Isten ereje nem tud téged betölteni anélkül, hogy alázatos ember tudnál lenni. És nagyon sok ember van, aki az erőt próbálja imitálni, de nincs ott az életén Istennek az ereje. Néhány héttel ezelőtt beszéltem, 2 hete, amikor itthon voltam az egyik testvérről, aki egy erőteljes szolgálónak tűnt, aztán most a fásimulatóban énekel. És még büszke is rá, és annyira fájt a szívem, egy szeretetteljes, kedves ember, akit hiszem, hogy tudott Isten használni, meg akarna is Istent használni, és nem arra használja az ajándékát, amire kellene használnia. És lehetne sorolni sok-sok ilyen embert, akik elcsúsznak, elferdülnek, eltorzulnak. Éppen a múlt hetekben volt ez, volt most egy prédikátor, aki nagyon-nagyon jó prédikált ezen a konferencián, és most lesz 25 éves a gyülekezetük, ez egy montreali gyülekezetnek a lelkipásztora, közel 4000-en vannak ebben a gyülekezetben. És mondta, hogy most lesz a 25 éves konferenciájuk, és 2 embert is, akiket meghívtak, azokat törölni kellett a meghívásukat, mert elkölcsileg elcsúsztak ezek az emberek. Az egyik egy több tízezer fős gyülekezetnek a pásztor Amerikában, nem mondom a nevét, lehet, hogy hallottatok róla, de annyira elkeserítő ez, hogy Istennek szolgái, akik tapasztalt, nagyszerű szolgálók, kitűnő prédikációjuk van, is el tudnak csúszni. És ha megnézzük a Dávidot, aki Isten szíve szerint való férfiú volt, ő is el tudott csúszni, és annyira rossz az, amikor nagyon sok ilyen ember egyszerűen belekeményedik a dolgokba. Volt egy néhány évtizeddel ezelőtt egy, mondom a nevét, mert szerintem úgyse ismertek, egy Jimmy Swaggart nevű pünkösdi TV evangélista, szerintem a világ első egyik legnagyobb ilyen TV evangélistája volt. És pont az az úriember, aki épp most beszélt ezen a konferencián, ez a montreali úriember volt az, aki franciául tolmácsolt neki egyszer-kétszer, és felkérték, hogy legyen a tolmácsa is. Akkor még kicsi volt a gyülekezetük, nagyjából épp az éhenhaláshoz volt elég a fizetése. És ez az úriember felajánlott nekik egy hatalmas nagy fizetést, azt mondta, hogy egy hónapban többet keresett volna, mint addig egész évben. És hazament rögtön boldogan az ő kedves feleségéhez, hogy Isten milyen lehetőséget ad, hogy egy nagy evangélistának szolgáljunk is. A meglepetésére a felesége azt mondta, hogy szerintem még imádkozzunk ezért, mert nincs ebben nyugalma. És mondta, hogy hát majd nyugalmad lesz, hogyha megkapjuk az első csekket, a fizetést megnézed, akkor rögtön menjünk, szól. De valahogy elkezdtek együtt imádkozni, és nem volt bennük békessége,
ebbe az egészbe, és visszautasította ezt a lehetőséget, és rá egy hónapra kiderült ennek a Jimmy Swaggartnak egy rendkívül szörnyű erkölcsi bűnsorozata, és olyan érdekes volt, hogy próbálták helyreállítani, tehát megszüntette a közösség, bűnközsdi közösség a hivatalos szolgálati engedélyét, és azt mondták, hogy egy-két év helyreállásra van szüksége, ki legyen a mentora, beszélgessen, és nem elzavarták, hanem próbálták helyreállítani, és ez az ember ellenállt ezeknek a segítségeknek, majd ő megoldja a dolgait, és annyira elgondolkoztam ezzel, hogy milyen rossz, nagyon rossz az, hogyha az ember elköveti a bűnt, de mennyire rossz, amikor az ember belekeményedik a bűnébe, és nem alázza meg magát. És ha megnézzük az Izrael történetét, nagyon sok esetben azért értek át annyi szörnyűséget, azért volt annyi szenvedés az életükben, mert nem tudták megalázni magukat. És ha az ember nem alázza meg magát, hanem felmagasztalja magát, akkor mi fog következni? Az élő Isten fogja őt megalázni. De alázat nélkül nem tud helyreállni a nép. És amikor beszélnek az emberek, hogy milyen az Ószövetségnek az Istene, mennyi szörnyűséget csinált, akkor nem gondolkoznak bele, hogy az emberek nem tudtak volna megváltozni, hogyha Isten nem küld olyan élethelyzetet a számukra, ami változásra készteti őket. Olyan nehézséget, olyan problémát, ami elgondolkoztatja őket, hogy ez erőn felett való, kell valaki, aki nekem tud segíteni. És én hiszem azt, testvérem, hogy nekünk ezekben kell tudnunk előre haladni, ebben kell tudnunk növekedni. Beszélhették még itt sokat a könyörgésről, mit jelent Isten arcának a keresése, meg felhagyni a bűnös életmódot, de hiszem azt, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, hogy legyünk olyan emberek, akik tudjuk megalázni magunkat, és hajlandóak vagyunk korrigálni. Korrigálhatóak vagyunk, akár egy testvér által. De tudjátok, mi mindig az a testvér szeretnék lenni, aki a másikat korrigálja. De annyira fontos lenne az, hogy minket korrigáljanak. Engedjük, hogy Isten bennünket korrigáljon, mert lehet, hogy nagyon sok embert üdvösségre segítek, de ettől nekem még nincs üdvösségem. Ezt sokan az emberek nem gondolják át. Lehet, hogy emberek millióit Istenhez vezeted, de ezt téged nem fog a mennybe juttatni. Egyedül a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat az, ami garancia arra, hogy üdvösségünk legyen. Nincs az a munka, nincs az a szolgálat, nincs az az adomány, ami be tudna téged juttatni a mennyországba. Egyedül az, hogy megtérsz, elfogadod Jézus személyes megváltódnak, megalázod magad, és elfogadod azt, hogy neked rá van szüksége, mert nélküle nem tudsz bemenni a mennyországba. Nincs az a szent grál, amiből ha iszol, akkor örökké élnél. Nincs az a genetikai kód, amivel meg tudnánk fejteni az örök életet semmilyen módon, bár dolgoznak ezen, igyekszenek, de egyedül az élő Isten az, aki tudja garantálni az örök életet a számunkra, az ő fia halálán keresztül, az ő kereszt halálán keresztül. Csak így mehetünk az atyához, kell, hogy tudjuk megalázni magunkat. Azt olvassuk a Máté 18.4-ben, hogy aki megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az nagyobb a mennyeknek országában. És tudjátok, olyan furcsa, de tényleg így van, egy kisgyerek az nem keres rangot. A kisgyerek egyetlen egy dologra vágyik, az ő szüleinek a figyelmére, meg a szeretetére. Semmi más nem érdekli, csak hogy odafigyeljenek rá, semmi más nem érdekli, csak hogy őt szeressék. És én hiszem azt, testvéreim, hogy nekünk meg kell tudnunk tanulni, így élni a gyermekekhez hasonló az életünket, hogy ne legyen fontosabb vágyunk, mint hogy a mi mennyi atyánk szeretetével körülvegyen bennünket. Hogy ne kelljen nekünk hülyeségek után vágyni, ne kell nekünk rossz helyen keresni az örömöt, hanem tudjuk azt, hogy Isten valódi boldogságot tud nekünk adni, és nagyon vágyom arra, hogy mindannyian az igazi értékeket tudjuk vágyni, amelyek pénzben nem kifejezhetőek. Tudjátok, bármilyen játékot megvehetünk a gyermekeinknek, bárhova elvihetjük őket nyaralni, de a szeretetet semmi nem tudja pótolni. Én hiszem ezt, testvéreim, hogy nekünk meg kell tanulnunk őszintén, tisztán szeretni egymást, elfogadni egymást és ragaszkodni az élő Isten szeretetéhez. Lukás 18-ban is egy jól ismert igevers, mondom nektek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, az felmagasztaltatik. Elkerülhetetlen, testvéreim, a rendszeres önvizsgálat. Elkerülhetetlen az, hogy egy helyes énképünk legyen. Tudjuk azt, itt egy vámszedő és egy farizeus volt, és azt látjuk, hogy a farizeus az teljesen téves képet alkotott önmagáról, és a vámszedő pedig helyesen látta az életét. Nagyon fontos, testvérem, hogy tudjuk helyesen látni saját magunkat, mert csak itt tudunk segítséget kérni. Amikor az ember nem hajlandó elismerni a fájdalmát, akkor már csak a legnagyobb probléma akkor megy a fogorvoshoz. Tudjátok, amikor fáj a fogam, hát inkább egy kis lidokain, inkább öblögetek egy kis pálinkával, csak ne kéne a fogorvoshoz menni, de előbb-utóbb már olyan rossz állapotban van az embernek a foga, hogy esetleg meg sem lehet menteni. Pedig ha az elején elment volna, akkor sokkal könnyebben tudták volna korrigálni a problémát. Nagyon sokszor vagyunk mi is ilyenek, hogy
Inkább nem megyünk oda az Úrhoz, inkább nem megyünk oda bocsánatot kérni, megvárjuk, hát ha a szomszéd fog bocsánatot kérni, hát ha másik ember fog majd változni, és akkor nekem is jó lesz. De legyünk egymást megelőzőek ebben. Ez az én véleményem. Bocsássunk meg egymásnak, engedjünk el egymásnak is, tartsunk önvizsgálatot, és nagyjából úgy ennyit szerettem volna a megtérésről mondani, hogy mennyire fontos az, hogy legyen egy egyszeri állapot, amikor eldöntjük, hogy az Urat követjük, de utána pedig legyen egy folyamatos állapot, amikor megmaradunk ebben újra és újra. Sok-sok igét lehetne még felolvasni, ezeket nem fogom. A másik ige szintén olyan egyszerű, amit itt mond, térjetek meg és merítkezzetek be, keresztelkedjetek meg. A bemerítkezés az egy rendkívül egyszerű dolog. Egy engedelmességi cselekedet. Máté evangéliumában ezt olvassuk a harmadik részben. Jézus ezt mondta, engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk, és ekkor engedett neki. Ez Keresztelő Jánosról szólt. A Lukács 7.30-ban pedig egy ellenpéldát olvasunk, a farizeusok pedig és a törvénytudók az Isten tanácsát megvetették ő magukra nézve, és nem keresztelkedtek meg ő általa. Tehát vannak olyan emberek, akik elutasítják a bemerítkezést, vannak olyan emberek, akik elfogadják a bemerítkezést, és engedelmességből megteszik. A második szerintem egyrészt engedelmességi cselekedet, másrészt egy jelkép, például az özönvíznek a jelképe, az 1 Péter 3.21-ben azt olvassuk, ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt a Jézus Krisztus feltámadása által. Tehát nem a test szennyének a lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése. És ráadásul ez egy szellemi valóság, és a Titus 3.5-ben pedig ezt olvassuk. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője, és a Szent Szellem megújítása által. Tehát nem a cselekedeteink, hanem az ő irgalmassága által tart meg bennünket, és azt olvassuk, hogy a Szent Szellem megújít bennünket, amikor bemerítkezünk. Isten ad nekünk egy megújulást. Tehát ez egy engedelmességi cselekedet. És ezért nem mindegy az, hogy az elmeg gyermekként volt megkeresztelve, vagy felnőttként, mert csak egy felnőtt tud dönteni, amellett, hogy ő szeretne megkeresztelkedni. Egy felnőtt tud ilyen döntést hozni, és ezt a döntést meghozni, ez egy engedelmességi cselekedet. A harmadik dolog pedig kell, hogy tudjuk venni a Szentléleknek az ajándékát, és igazából ez egy nagyon egyszerű dolog, amikor az ember elfogadja azt, amit ajándékba kap. Nagyon sokan küszködnek, nagyon sokan gürcölnek azért, hogy valahogy kiérdemeljék Istennek az ajándékait, de Istennek az ajándékai azok nem kiérdemelhetőek, hanem egyszerűen Isten odaadja számunkra azért, mert szeret, és nekünk egyszerűen el kell fogadni ezt a szeretetet, élni kell ezzel a szeretettel, és növekedni kell ebben a szeretetben. Nagyon-nagyon fontos, hogy ennek az ige, ez a Lambanó nevű görög ige, ez azt is jelenti, hogy megragad, de azt is jelenti, hogy elfogad is. Olyan érdekes ez a kettőség is, hogy egyrészt Isten ad egy ajándékot, de ez az ajándék csak akkor a miénk, ha ezt meg tudjuk ragadni. És nem elragadjuk, nem ellopjuk, elorozzuk, hanem egyszerűen amit kapunk, azt örömmel elfogadjuk, és utána belekapaszkodunk. Ahogy például nagyon sok ember belekapaszkodik Istennek az ígéreteiben. Több olyan testvérről olvastam már, aki úgy tudott csodákat átélni, úgy lett nagyon nagy szolgálat az élő Istenen keresztül, hogy kapott egy ígéretet, amiben belekapaszkodott, és megragadta ezt az igét. Újra és újra elmondta magának, újra és elmondta másoknak, és azt vette észre, hogy ez az ige hatott is, élő volt az ő számára, ahogy őt formálta az élő Isten. Kell, hogy tudjuk mindazt megragadni, amit az élő Isten nekünk akar adni, és viszont, ahogy kell, hogy tudjuk elengedni az önzésünket, úgy kell tudnunk ragaszkodni mindahhoz, amit az élő Isten ad nekünk, mert ő az, aki megtart bennünket. Jézus azt mondja János 16-ban, hogy én az igazat mondom nektek, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, mikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Még a 13. verset is. De mikor eljön az igazságnak szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti nektek. Két nagyon fontos dolog, csak egy-egy tőmondatban beszélek róla. Nagyon fontos dolog, hogy a Szent Szellem az elvezet bennünket minden igazságra. A másik nagyon fontos gondolat az, hogy megítéli a világot. A harmadik fontos gondolat az, hogy tanít bennünket az eljövendő dolgokról. És igazából a legfontosabb, meg igazából azt gondolom, hogy a Szentlélek eljövetének a célja, ez a 14. vers, ami azt mond, az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti nektek. A Szentlélek munkájának az elsődleges célja ezen a földön, tehát mi? Jézus Krisztus megdicsőítése. Ő tanít bennünket, igazságra vezet, megítél bennünket, és lehetne sorolni sok-sok-sok jó tulajdonságot, amit cselekszik a Szentlélek,
De ő azért jött el, hogy Jézus Krisztust megdicsőítse. És a mi cselekedeteink, a mi tetteink, ezt kell, hogy tegyék, hogy Jézus Krisztus legyen felemelve általunk. Amikor énekeket éneklünk, amikor dicsőítjük Istent, ezért éneklünk, mert Istent szeretnénk felemelni. Istent szeretnénk dicsőíteni. Amikor közös dicsőítő alkalmunk van, az Urat szeretnénk magasztalni. Hozzá szeretnénk járulni. A Szentlélek erre vezet bennünket. És amikor látunk különböző mozgalmakat, amelyek az embert emelik fel, amelyek az emberi teljesítményt, vagy az emberi érzéseket emelik fel, akkor érdemes elgondolkozni, hogy vajon a Szentlélek műveli ezt, vagy esetleg valami emberi lélek, vagy valami sokkal rosszabb. Nagyon fontos, testvérem, hogy a Szentlélek az Jézus Krisztust emeli fel. Őt magasztalja, és ő neki szerez dicsőséget. És a mi életünkben én arra vágyom, hogy a Szentlélek így tudjon munkálkodni, hogy Jézus Krisztus legyen felemelve. És kell, hogy vágyjuk az életünkben, hogy egyre inkább kiábrázolódjon bennünk a Krisztus. És azt gondolom, hogy nagyon keveset értünk még ebből meg, és nagyon keveset gyakoroljuk azt, hogy a mi életünk az Jézus dicsőségére szóljon. Sokkal inkább úgy éljük az életünket, hogy ez a magunk dicsőségét szolgálja. Pedig Pál apostol azt mondja, hogy minden, amit csinálunk, az kinek a dicsőségére legyen? Isten dicsőségére. Akár eszel, akár iszol, akár beszélsz, akár alszol, tudod Isten dicsőíteni vele. Tudod az ő nevét felemelni. Amikor nem magadat akarod megvalósítani, hanem az ő életedre kitervelt akaratát, akkor tudsz igazán boldog lenni. És akkor tud az az űr beteljesedni az életedben, amit semmi más nem tud betölteni, csak az élő Istennek a szeretete, illetve azon az úton jársz, amire Isten elvezetett téged, amire Isten elhívott téged. Fel kell tudnunk ismerni, testvérem, hogy egyedül nem megy. 2 Korintus 19-ben van ez leírva, és ezt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzon én bennem. Azt beszéltem, hogy hol van az erő. Nekem meggyőződésem, hogy az erő Jézus Krisztusnál van. Meggyőződésem az, hogy ez az erő, ez nem gyengült, ez nem csökkent, hanem mindenki számára maximálisan elérhető, de ez csak egy módon tud rajtunk keresztül munkálkodni, amikor felismerjük azt, hogy a mi erőtlenségünk által tud az ő ereje munkálkodni. Amikor nem saját magunk szolgáljuk az Urat, hanem engedjük, hogy használjon bennünket az Úr az ő szolgálatában. Különbség van a kettő között. Amikor az ember egy eszköz az élő Istennek a kezében. És én erre szeretnék bátorítani testvérek benneteket, hogy amikor pünkösdről gondolkozunk, így gondolkozzunk, hogy én akarok egy eszköz lenni Isten kezében, akarok egy erős, egy hatékony eszköz lenni Isten kezében, és ha így éljük az életünket, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy egyre több erő nyilvánul meg az életünkben. Egyre több erőt kapunk Istentől, például arra, hogy türelmesek legyünk. Arra, hogy ne idegeskedjünk, vagy ne kiabáljunk, vagy ne káromkodjunk. Higgyétek el, ehhez elég sok erő kell. Főleg, ha az ember megszokta, és vannak berögzött dolgai, kiabál az autóban, magyaráz az előtte lévőnek, megnyugodtan mutka egy kicsit, mert egy másik lelkipásztortársam is, ő vezetett, és hasonló megnyilvánulásai voltak mint nekemnek, hogy nekem is úgy gondolkoztam, hogy nem vagyok ezzel egyedül, de kell ebben változnunk. És kell, hogy az Úr Jézus változtasson bennünket, hogy tudunk türelmesek lenni, és erőt veszünk magunkon Isten kegyelme által, és azt veszük észre, hogy egyre inkább krisztusi a természetünk. Nem azért, hogy legyen mivel dicsekednünk magunkkal, hanem azért, hogy legyen mivel dicsekednünk Jézus Krisztussal. Hogy ő az, aki ezt eléri. Egyedül rajta keresztül tudunk előre menni, és én annyira vágyom, testvéreim, hogy jussunk el erre az állapotra, nem egy álszenteskedésre, hanem bármikor, amikor valaki megdicsér téged, akkor tud elmondani azt, hogy ezért Isteni a dicsőség. Ő az, aki ezt elvégezte bennem. Az én sikereimet a munkámban, bármilyen területen is dolgoz, azért tudtam elérni, mert Isten megáldott engem. Bölcsességet adott nekem. Bésaliel és Ahilolábról olvassuk a Bibliában, hogy Isten adott nekik olyan bölcsességet, hogy mindenféle kézműves dolgot meg tudtak csinálni. Isten adta nekik a bölcsességet erre a technikai tudásra. Egy jó kőműves, hiszem azt, hogy Isten kegyelme által tud jó kőműves lenni, és jól elvégezni a munkákat. Én vágyom erre, testvérem, hogy bármilyen munkát végzünk, azt végezzük Isten dicsőségére. Hogy akármilyen munkatársaink vagy ügyfeleink vannak, azok tudják azt mondani, hogy ehhez az emberhez még visszajövök, ez egy becsületes ember. Hogy ez hogy bírta elviselni az én munkóságaimat, hogy tudott ilyen türelmes lenni, nem tudom, de ebben biztos, hogy van valami. És lehet, hogy el fog jönni a gyülekezetbe megnézni, hogy mitől ilyen nyugodt ez az ember. Miért ilyen mosolyogós ez az ember. Vágyom arra, hogy Isten ereje nyilvánuljon meg rajtunk keresztül, tudjon bennünket betölteni, és az emberek ezt ne csak lássák, hanem érezzék is meg, hogy nekünk egy ilyen hatalmas Istenünk van. És még egyszer mondom, a Szentlélekkel való közösségnek az eredménye az, hogy egyre közelebb és közelebb kerülünk Jézus Krisztushoz. És
Egy utolsó gondolattal fogom befejezni. Nekem édesapámnak volt egy kedvenc mondata, sokszor mondta, hogy fiam, világra való vagy, csak nem erre. Ezt már mondtam nektek egy néhányszor a gyülekezetben, de újra és újra felszokott csengeni a fülemben, és régebben rosszul esett, de rájöttem, hogy teljesen igaza van, mert mi nem erre a világra lettünk teremtve, hanem egy örökkivaló világra, az élő Istennel való kapcsolatra. És a Filippi 3:20-ban ezt olvassuk, hogy a mi országunk a mennyekben van, onnan a megtartó Jézus Krisztust is várjuk. Hiszem azt, hogy nekünk egy másik országunk van. Jó dolog magyar állampolgárnak lenni, szép dolog elmenni kirándulni, nagyszerű részek vannak ezen a világon, de bármikor szétnézünk, tudjuk azt, hogy mi turisták vagyunk itt a Földön. Szétnézünk egy darabig, örülünk ennek, de nem sokára haza fogunk menni, hogy mennyi atyánkhoz. És hiszem azt, hogy a Szentlélek pont ezért jött el, hogy tudja a következő dolgokat megjelenteni nekünk, hogy tudjunk felkészülni az Úrral való találkozásra. És ha nézzük például az Izraelben történteket, most például Jeruzsálemet, már több ország is úgy néz ki, hogy fővárosnak nyilvánítja ki, és látjuk ezeket a dolgokat, amik a szemünk előtt zajlanak, szemünk előtt valósulnak meg, tudhatjuk azt, hogy közel van az Úr Jézusnak a visszajövetele, ami nem félelemmel, hanem reménységgel kell, hogy bennünket eltöltsön, mert abban az országban ott nem lesz szenvedés, nem lesz fájdalom, nem lesz éhezés, hanem olyan örömöt fogunk tapasztalni, amit itt a Földön szerintem még csak az árnyékát sem tudtuk megtapasztalni. Olyan boldogság, amit csak az élő Isten közössége, a személyes közelsége tud megadni a számunkra. Én vágyom, testvéreim, arra, hogy erre vágyjunk, és akarjuk ezt megélni, de hiszem, hogy már itt a Földön tudunk ebből ízeütőt kapni. Adja az Úr, hogy ez meglegyen a mi számunkra. Amen. Amen. Most szeretném megkérni itt az alkalomnak a végén, hogyha van valakinek bizonyság, amit szeretne elmondani, szeretne megosztani velünk, arra most van lehetőség. Gyere, kérlek, és oszd meg velünk a bizonyságot. Az Úr Jézus áldjon meg benneteket. Alkalom kezdetén gondolkodtam, hogy ki kell vagy nem ideálnom, hogy bizonyságot tegyek. És az Úr elé raktam az egész dolgot. Pont ez volt az én kérésem, hogy vagy az alkalom elején, vagy az alkalom végén tegyék fel ezt a kérdést, hogy van-e valakinek bizonyságtétele. Úgy látszik, hogy az Úr akarja, hogy elmondjam ezt a bizonyságtételt, mivel pünkösdről van szó, a Szent Szellem eljöveteléről, erről szeretnék mondani egy bizonyságot. Bemerítkezésem után körülbelül egy fél évre rá, hát még hajlandó voltam olyan dolgokra, hogy kifürkészni, kicserkészni Istennek a jó indulatát, és az én kényem kedven szerint alakítani a dolgaimat, a programjaimat. Emlékszem, hogy Prikidánovics testvér, ő most már jelenleg az Úrnál van, egy háromnapos evangelizációt rendezett Temesváron. Az a lényege, hogy én abban az időszakban, mivel nem volt hol lakjak, egy testvér elvállalta azt, addig, amíg helyreáll az életem, addig lakhatom nála. Csak annyira nyomasztó volt számomra, egy udvarban lakunk, én egy kisebb nyári konyhában, ők a főépületben, és minden alkalomra el kellett menni vele. Olyan unalmassá vált számomra, hogy lehet az reggel, lehet az délután, lehet az éjszaka, bekopogott, na Józsi, menni kell. De hát már megint, hát most értünk haza egy fél órája. Menni kell. És volt ez a lehetőség elmenni erre az evangelizációra. Én meg fogtam magam, jó, akkor mostan kijátszódjuk az egészet, nem fogok elmenni a testvérrel erre az alkalomra, hanem fogom magam, és elmegyek a barátokhoz. És milyen barátokhoz? A régi barátaimhoz. Akikkel együtt jártam kocsmába, együtt szórakoztunk, inkább elmegyek oda, egy kicsit nyugodt leszek, nem hónapokon keresztül ugyanez ment, hogy reggel délbe este, amikor szabad voltam, meg kellett menni alkalomra a gyülekezetbe. Ez már túl sok. Jó, nézem az órát. Hát egy kicsit rosszul esett nekem, hogy oda kellett menni a barátok közé, mert
Már nem illettem be a csoportba, ottan ittak, csúnyán beszéltek, hát zaklatott voltam, nézem az órát, jó, most már a testvére elment otthonról, nyugodtan mehetek haza. Beülök az autóba, elindulok hazafele. Hát Temesvár azért nem kisváros. Egy útkereszteződésnél le kellett volna forduljak, és attól a pillanattól nem tudok semmit addig, amíg a gyülekezet előtt nem álltam meg az autóval. Még gondolkodom most is folyamatosan, hogy hogy kerültem oda, mert egy két nagy útkereszteződés, ez azt jelenti, hogy négy sávos útról van szó, mind a két irányból. Ez mellett kétszer át kellett menni a villamos síneken, három jelzőlámpa, és nem tudom, hogy hogy kerültem oda. Nagy forgalom, szombati nap, mégis elkerültem az alkalomra. Jó, mondom, hát nem vagyok úgy felöltözve, hogy alkalomra menjek, majd beülök oda hátra, ott jó helyt vagyok, ha már idejöttem, akkor csak bemegyek, meghallgatom, hogy miről beszél ez a testvér. Nem lehet az olyan rossz, ha már az úr eljönzött idáig. Beülök az utolsó padban, meg volt kezdődve az alkalom, dicsőítés, imádkoznak, megint dicsőítés, megint imádság, elkezdi a szolgálatot a testvér, és a szolgálat végén azt mondja, hogy jó, most imádkozunk, hogy az Úr jöjjön ide közénk, és töltse be Szent Szellemmel azokat, akit ő akar. Persze, imádkozunk mindnyájan, felemelt kezekkel, becsukott szemekkel, imádkozunk, és érzem, hogy így két kéz hátról így meglök. Nézek jobbra, nézek balra, testvérek felemelt kézzel imádkoznak, becsukott szemmel, de én érzem a két kezet a hátam mögött. Nézem, de hát utolsó pad a falból csak nem nyúl ki senki. Becsukom a szemem, imádkozok tovább, ugyanaz az érzés jön, két kéz, menjek előre, mert a testvér azt mondta, hogy jöjjenek mind előre azok, akik szeretnének betöltekezni Szent Szellemmel, hogy imádkozzon értük. Akkor megértettem, hogy az Úr ezt akarja, hogy menjek én is előre. Jó, van Uram, én imádkoztam ezért a dologért, de hát nem így szeretném, hát ilyen ruhába meg így kimenni. De arra kérlek, hogy a testvér szólítson fel a következő mondattal. Te, aki ott ülsz a padban és nem mersz kijönni, gyere elő, mert téged hív az Úr. Imádkozunk, imádkozunk. És a testvér ezeket a szavakat elmondja. Jaj, Uram, de mégis nem mennék oda ki, én szégyellős vagyok, nem merek oda kimenni, hogy miért is állnák én oda ki. De hogyha van, akkor ez a mondat mellé tegye oda azt, hogy az utolsó felszólításom. Imádkozunk tovább, és mondja a testvér ugyanezt a mondatot, te, aki ott ülsz a padban, nem mersz előre jönni, ez az utolsó felszólítás, Isten hív téged. De jó. Oda ki kéne állni. De Uram, még egy utolsót, most már nem mondja ezteket a szavakat, hanem mondja meg, hogy te, aki ott vagy hátul, gyere elő, mert ez az utolsó felszólítás, Isten nem fog várni sokáig rád. Pont ugyanezeket a szavakat elmondja a testvér, mondom, jó, akkor én előre megyek, majd az Úr tudja, hogy mit akar. Előre mentem, és imádkoztunk együtt, az Úr betöltötte az ő Szent Szellemével, és akkor döbbentem rá, hogy ahogy Péter ott volt Kornélius házában, és hirdette az igét, Istennél nincs személyválogatás. Isten nem a mi akaratunk szerint, hanem az ő akarata szerint osztogassa a Szent Szellemet. A Szent Szellem az nem azért van nekünk megadatva, hogy mi dicsekedjünk vele, hogy jaj, én betöltekeztem, jaj, én ilyen ügyes vagyok, jaj, én ilyen okos vagyok. Nem. Hanem elveszi azokat a dolgokat, ami nincs hasznunkra, és megadja azokat, amire szükségünk van. Nem mertem kiállni emberek elé. Nem mertem embereknek szólni Istenről. Nem mertem felvállalni azt, hogy Isten gyermeke vagyok. A barátoknak is nehezen mondtam el, hogy mégis miért nem járok kocsmába velük. És sorolhatnám. Nem mertem bizonyságot tenni arról, hogy Isten megváltoztatta az életemet. De mikor az Úr betöltött az ő ajándékával, az ő Szent Szellemével,
Mert én azt olvasom az igében, Jézus azt mondta, hogy elmegyek, de nem maradtok árván, nem maradtok egyedül. Elküldöm a pártfogót hozzátok. Elküldöm azt, aki veletek lesz, és segíteni fog nektek. És úgy örültem, hogy az Úr engemet kiválasztott. Addig nem akartam oda menni, nem gondoltam arra, hogy nekem pont azon a nap oda kell menni. Miért is? Mert már unom, mert olyan sok. És attól a naptól teljesen megváltozott a gondolkodásom is. Azt néztem, hogy hol van lehetőség találkozni Istennel. Hol van egy ifi találkozó, hol van egy konferencia, ahogy mondta Szilárd, hol van egy istentisztelet. És minden alkalmat megragadtam, hogy növekedjek Istenben. Otthon is tudunk növekedni egyen-egyenként. De én azt olvasom az apostolok cselekedetében, hogy nap mint nap együtt voltak. Részt vettek a tanításban. Részt vettek a dicsőítésben, a közös imádságban és az úrvacsorában. Ez minden nap. Ez, hogyha hiányzik valamelyik az életünkből, én nem látom teljesnek az én életemet Istennel. Lehetek én ügyes otthon, mert azt is írja, azt is mondja az Úr Jézus, menj be a belső szobádban. Igen, be kell menni, imádkozni kell. Ott le tudom rendezni. De tudjátok, arra jöttem rá éveken keresztül, hogy ha egyedül imádkozom, az egy dolog. De hogyha már ketten-hárman vagyunk, és ugyanazért a dologért imádkozunk, teljesen másképp jön elő. Teljesen másképp munkálkodik az Úr. Teljesen más az érzet is. Hogy vannak valakik, akik támogatnak. Ott állnak hátul is, gyere, Józsi, fogd meg, menj előre, mi hátulról támogatunk. Csodálkoztam azon az alkalmon, amikor Reinhard Bonnke Temesváron volt, és azt mondta, hogy ő most ott van, Temesváron. A színpad mögött ott vannak 33 személy, aki imádkozik folyamatosan. De a többi 120 személy, aki még ezért a misszióért szokott imádkozni, az otthon van, és ebbe az órába együtt vannak, és imádkoznak azért, hogy az Úr munkálkodjon ő általa. Ezért jó a háttér szél. Nevezzük úgy. Ezért jó, hogyha közösségbe megyünk, és az Úr ott van. Megkaphattam volna ezt az ajándékot otthon is. Mert az Úr nem mondja, hogy nekem pont a gyülekezetbe kell lennem, hogy betöltek ezek Szent Szellemmel. Kornélius se volt, otthon volt saját házában, nem? És Isten nem személyválogató. Nem gyülekezetbe volt. De nekem oda kellett menni, mert az volt terhemre. Már soknak tűnt az, hogy elmenjek gyülekezetbe. Sok volt számomra az információ. Nem tudtam megemészteni. Nem tudtam befogadni. És Isten azt mondta, jó, akkor most ezen fogok segíteni. Ezen fogok segíteni. És a legesleg érdekesebb az életemben, mielőtt megtértem volna, 10-11 éves lehettem, amikor láttam egy filmet, hittanórán, katolikus hittanórán, és elmondtam magamba, hogy én is szeretnék így Istennek szolgálni. De a következő gondolat ott volt, te nem tudsz szolgálni, mert te lusta vagy tanulni, te úgyse fogod elvégezni a teológiát, és akkor hogy akarsz kiállni, szolgálni Isten nevében emberek előtt? És felnőttem, és ugyanez a gondolat bennem volt, hogy én szeretnék Istennek munkálkodni. És az Úr azt mondta, hogy jó van, Józsi, most már itt az ideje, meg kéne térned. Nem kell neked teológia, nem kell neked sok iskola, hanem az életed legyen olyan, hogy bizonyságot tegyen én rólam. És evel tudok odaállni az emberek elé, és elmondani, hogy én Isten gyermeke vagyok. Én Isten szeretem, de ami a legfontosabb, ő jobban szeret engem, mint én őt. És tudom, hogy titeket is jobban szeret Isten, mint amennyire ti szeretitek őt. Amen. Mert emberek vagyunk, és sokszor megtorpanunk dolgokban. Visszakozunk dolgoktól. Minek már megint? Ugyanazt hallom. Nem mondhat semmi újat nekem a Bibliát. Már évtizedek óta forgatom, ismerem minden szegletét. Téves. Én akárhányszor
felveszem a Bibliát és olvasok belőle egyetlen egy igeverset, mindig újat mond számomra. Mindig van benne valami új. És ez nem az én érdemem, hanem az Úr akar szólni hozzám. És az Úr akar szólni hozzátok is, és tudom, hogy ez a pünkösdi ünnep, amit mi ünneplünk így általánosan, sokszor fel sem fogjuk a súlyát ennek az ünnepnek, fel sem fogjuk az értékét annak a dolognak, ami történt ott pünköstkor a tanítványok között. Viszont ha nyitottak vagyunk Isten munkájára, Isten kegyelmére, Isten ajándékaira, ő be tud tölteni bennünket az ő Szent Szellemével, azért, hogy el tudjunk menni és hirdetni Isten igéjét. Nem muszáj kiállni a gyülekezetben, hogy itt nagy mondatokat mondjunk, nagy szolgálatot tegyünk. De ha már elmegyek a szomszédban, és oda merek állni, tegnap talán éppen vitázott velem a szomszédom, de én ma oda tudok menni hozzá, és el tudom mondani, hogy figyelj, én megbocsájtok neked, és tudom, hogy Isten téged is szeret. Tudjátok, ehhez bátorság kell. És ha nincs Isten velünk, akkor nem merünk oda menni. Ha Isten nem áll mellettünk, akkor nem tudunk oda menni és elmondani, hogy téged Isten szeret. És bocsánatot kérek, mert okot adtam arra, hogy te megharagudjál, okot adtam arra, hogy te veszekedjél, hogy az életet feldold. Ezt Isten nélkül nem tudjuk megtenni. Mert mindig, én tudom magamról, mindig az volt bennem, én nekem, ha igazságom van, akkor jöhet bárki, bármi, akkor is kitartok az igazságom mellett. És Isten azt mondja, nem. Jézusnak nem volt igaza? De. És mégis engedte, hogy keresztre feszítsék. Lehet, hogy nektek is igazatok van abban, amiben vitáztok. Vagy abban a helyzetben, amiben benne vagytok. De hagyjátok, hogy Isten szelleme vezessen benneteket, és menjetek oda, ahova kell. Amen. És ha kell, bocsánatot kérve. Még hogyha nem a te hibád, akkor is kérjetek bocsánatot. Akkor is rendezzétek azt ott. Mert ha nincs békesség a te szívedben, Isten nem tud oda menni hozzád. Isten szennyes helyre nem fogja betenni a lábát. A Szent Szellem akkor nem tud eljönni és beköltözni a szívedben, az életedben, hogyha te neked az életed nincs rendezve. És ne visszakodjatok attól, hogy jaj, mi lesz, hogyha meg lesz, vagy milyen jó lesz, ha megkapom a Szent Szellemet, vagy az ajándékokat a Szent Szellem részéről. Nem a mi érdemünk. Ez Isten kegyelme. Van egy vágyad, van egy látásod, ami Isten országát építené. Tudd meg, hogy az nem hiába van benned. Isten fel akar használni. Nyisd meg a szívedet. Engedd be Istent oda. Engedd be az ő szellemét, hogy vezesse az életedet. És meglátod, teljesen másképp fog alakulni az életed. Teljesen más lesz. Attól a pillanattól, amikor imádkoztak a testvérek, és az Úr betöltött Szent Szellemmel. Teljesen másképp láttam a világot. Teljesen más lett az egész körülöttem. Nem azt akartam már, hogy eltávozzak Isten jelenlétéből, hanem éjszaka is felébredtem is, nem tudtam aludni, akkor imádkoztam. Volt olyan, hogy lefeküdtem, mit tudom én, 11 órakor, éjfélkor megébredtem, és reggelig imádkoztam. És amikor van valami olyan az életemben, ami megszakítja a kapcsolatot Istennel. Mert éppen vitáztam valakivel, vagy rosszul bántam valakivel, vagy éppen olyan dolgot tettem, amit nem kedves Istennek, nem tetszik Istennek az életemben. Akkor észreveszem, hogy már lankadok az imádságban, lankadok abban, hogy Istennel beszélgessek, lankadok abban, hogy Istenről beszélgessek, bizonyságot tegyek, és olyankor oda megyek Istenhez, és megkérdezem, hogy mi itt a probléma? Hol van a rövidzárlat az életemben? És akkor jön a Szent Szellem, és azt mondja, Józsi, te itt tévedtél.
ezt kell elintézned. És akkor az első alkalmat megragadva igyekszem intézni, mert nem szeretnék Isten nélkül egy pillanatot sem lenni. És nem szeretném azt, hogy amikor én otthon vagyok, vagy ha kimegyek az utcára, egyedül legyek. Soha nem vagyunk egyedül, mindig ott van Isten mellettünk. Éppen mondtam valamelyik nap a testvéreknek, hogy dolgozom, de hogyha valaki rejtett kamerát rakna a házba, hogy újítom a házat, azt mondanák, hogy bolond vagyok. Folyamatosan beszélgetek, de nem a falakhoz, hanem Istenhez. Folyamatosan imádkozom, egyedül vagyok, jól érzem magam. És tudjátok, mi az érdekes? Eldöntöm, hogy na, ma ennyi óra alatt ezt a dolgot meg szeretném csinálni. És amikor rázárom az ajtót a házra, akkor visszagondolva, hát nem csak annyi, hanem kétszer annyi lett meg, mint amit én eldöntöttem. Mert miközben én Istennel vagyok kapcsolatban, ő ad annyi ügyességet, annyi bölcsességet, hogy a dolgokat gyorsan tudjam végezni. Nem az én érdemem. Istenek az érdeme. Amen. Ne féljetek kérni Szent Szellemet az Úrtól. Ne féljetek kérni az Úrtól bölcsességet. És tudjátok, mi a jó? Én azt olvasom a Bibliában, hogy az Úr Szent Szelleme jön, Isten mélységeibe kutat, onnan merít, és szétossza ajándékként kinek-kinek, ahogy akarja. Kinek-kinek, ahogy akarja. Nem agy érdemli az ember, hanem a Szent Szellem, ahogy akarja, úgy osztogassa ezeket az ajándékokat. Ezeket a bölcs gondolatokat. Merjünk odaállni Istenhez. És mondjuk el neki, Uram, szükségem van erre, meg erre. Én szeretném ezt megtenni. Olyan jó hallani, amikor Szilárd mondta, hogy 4000 fős gyülekezet. Meg mit tudom én. Jó az, ugye? De az mi kell? Az, hogy eljövök ide a gyülekezetbe, meghallgatom az alkalmat, amikor kimegyek, beülök az autóba, hazamegyek, bezárom az ajtót, és kész. Elég ennyi? Én szerintem nem. Itt vagyok az alkalmon, egy Isten tiszteleten, aztán ha kimentem innen, azt, amit itt megtanultam, próbáljam alkalmazni, sőt, a mindennapi dolgokban, a mindennapi helyeken, a munkahelyen, az utcán, a boltban, ahova megyek, próbáljak olyan emberekkel találkozni, akinek el tudom mondani azt az örömet. Visszagondolva arra a pillanatra, amikor megtértem, bemerítkeztem, nem lehetett volna lefogni. Annyira szárnyaltam, annyira örültem, de úgy kezdett ellankadni ez bennem, mikor a világi dolgokra kezdtem figyelni. És Isten azt mondta, jó, akkor odadom azt ott a segítőt, azt a segítséget, azt a párfogót, amit megígértem. Azt odadom neked, hogy ez ne lankadjon benned, hanem egyre tüzesebben menjen. Egyre nagyobb lánggal tudjad hirdetni. Világosság, fény legyél az emberek között. Ne gondoljátok, hogy tökéletes vagyok. Távol van ez tőlem. Szeretnék tökéletes lenni. Ezért megyek Istenhez, és mindig kérem tőle, hogy Uram, segíts meg, mutasd meg, hogy mit kell tennem, hogyan kell tennem, hogyan kell beszélnem. Miben tudok segíteni másokon? Mert Isten ezt akarja, hogy egyre többen is többen legyünk az ő országában. Nem csak a kecskeméti gyülekezetnek, nem csak a pesti gyülekezetnek, nem csak a csongrádi gyülekezetnek van helye az Úr országában, hanem minden embernek van helye. Csak a lényeg az, hogy akarunk-e oda menni, vagy akarnak-e az emberek bemenni arra a mennyegzőre, ahol a helyünk el van készítve. Menjünk el, és hívjuk az embereket erre a mennyegzőre. Menjünk, és szóljunk nekik, mondjuk el, téged is szeret Isten, te érted is meghalt Jézus a kereszten. És ha nincs bátorságunk, kérjünk Istentől. Uram, én szeretném ezt megtenni, egyedül nem tudom, nem bírom. Adj ajándékokat hozzá, adj útbaigazítást, bölcsességet ezekhez a dolgokhoz, és legfontosabb, adj bátorságot. Hogy bátran ki tudjak állni. Vedd el a lámpalázamat, vedd el
az aggodalmaimat, félelmeimet, hogy ne zavarják meg mindazt, amit szeretnék mondani az embereknek te rólad. Ámen. Köszönöm szépen.